Mostantól a város 7 pontján elérhető a díjmentes internet, amelynek használata rendkívül egyszerű és mindenkinek rendelkezésére áll. Egy pályázat keretében ingyenes wifi pontokat alakítottak ki a városban. Erről kérdezzük Szepesi Tibor polgármester urat, hol lehet ingyen internetezni. Egy sikeres pályázatnak köszönhetően a város több pontján lesz ingyenesen elérhető wifi hálózat. Próbáltuk úgy kialakítani ezeket a tereket, illetve olyan közösségi tereket kiválasztva, ahol többen összejöhetnek, egy kicsit pihenhetnek, internetezhetnek, egymással lehet csetelni, és ahol különböző, azzal együtt, hogy közösségi tér, különböző mozgásformák is megvalósulhatnak. Ezek a közösségi terek, összesen 7 ilyen közösségi tér került kialakításra, amiből kiemelném a sportcsarnokot, illetve a kosárlabda pályát, hiszen itt más egyéb mozgásokra is lehetőség van, tehát egy olyan közösség jöhet össze, ahol különböző tematikai, tehát meg lehet nézni majd sporteredményeket, lehet fényképeket föltenni akár a Facebookra, akár különböző versenyeredményeket megosztani egymással. Illetve vannak olyan területek, ahol várakozási idő alatt lehet használni az internetet, tehát egy picit hasznosan lehet tölteni az időt. Ugye ilyen a Városháza előtti tér, ilyen a kórház, ilyen az Akácsliget fürdő, és hát nyilván ezzel együtt vannak olyan közösségi terek, ahol egy kicsit lehet pihenni, ahol lehet kikapcsolódni, ugye ilyen a Városháza, illetve a főtér melletti terület a Filagória részen, illetve a Kiskucsosi iskolánál, ott pedig abban a park részletben, ami már most kezd kialakulni, de hát nyilván majd folytatni fogjuk azt a résznek a kialakítását is. Illetve a kulturális központ, ahol úgy szintén különböző rendezvények kapcsán lehet majd internetes eléréseket végezni. Ami fontos, ugye, hogy ebben a pályázatban ilyen különböző jeleket fogunk majd elhelyezni a város több pontján, ahol ezeket a jeleket lehet látni, ott érhető el ez az internetes ingyenes wifi felület. Nagyon fontos a bejelentkezésnél, hiszen amikor valaki megtalálja a wifi felületet, vagy a telefonján, vagy a különböző internetes eszközén, akkor el kell fogadni egy csatlakozási feltételt, és abban a pillanatban lehet használni gyakorlatilag az ingyenes wifi részt. A matricán egyébként található egy QR kód, amire ha föllép, akinek nyilván ilyen telefonja van, hogy ezzel lehet ilyen opciót végezni, az rögtön a karcagi honlapra tud eljutni, tehát ott gyakorlatilag olyan információkhoz, további hivatali időkhöz, olyan kórházi rendelőidőkhöz, olyan egyéb információkhoz tud hozzájutni, amelyek segítik a mindennapi életben. Annyit azért még mondjunk el, hogy mit kell kiválasztani a feldobott wifi közül, melyik hálózat ez, amelyik a városé. Mindenki meg fogja találni, én azt gondolom, hiszen azért annyi nyílt wifi hálózat nem lesz itt a környéken, hogy ne lehessen tudni kiválasztani, de a felület az a wifi EU 4, tehát így fog majd bejelentkezni, hogyha valaki föllép az internetes eszközével, telefonjával. Igen.